Előadások, nyereményjátékok, kézműves foglalkozások és olyan tárgyak, amikkel nem találkozhatunk minden nap. Szombaton a komáromi erődrendszer része, a monostori erőd mutatkozott be a látogatóközpontban, hogy történelmünket minél közelebb hozzák a ma emberéhez. Mint ismeretes, a Barosúti látogatóközpont rendszeresen lehetőséget biztosít más turisztikai fogadótereknek is, ezzel is bővítve a lehetőségek tárházát. Évről évre lehetőséget biztosítunk turisztikai desztinációknak, hogy bemutatkozzanak a látogatóközpontban. Tavalyi évben bemutatkozott nálunk Pannonhalma, a Tiszató környéke, illetve a Malopolszka régió. Idei évben szeretnénk ezt a hagyományt folytatni, és első állomásként a monostori erődnek adtunk lehetőséget, hogy bemutatkozzon a győrieknek. A monostori erőd mellett az Igmándi és a Csillagerőd is a komáromi erődrendszer magyarországi szakaszához tartozik, de jelentős része fekszik Szlovákia területén is. A világörökség várományos erődrendszer pedig számos érdekességgel várja az érdeklődőket, hogy bemutassa történelmünk egy meghatározó darabját. Számtalan kiállításunk van, egy hadtörténeti kiállításunk, ízelítőt láthatnak hidegháborús járművekből, lokátoros kocsikból, a kenyér kiállítást azt talán főleg a hölgyeket érdekelheti. Ezen kívül a szovjet időkre is emlékezik egy kiállításunk. A tavalyi év újdonsága volt a kikötői fogadótér megnyitása, amikor egy új kiállítást is nyitottunk Dunahajók mesterségek címmel. Itt hajómodelleket lehet megtekinteni az első világháborúból, van egy 9 méteres bőgőhajó modellünk. A monostori erőd bemutatkozása sokakat vonzott a látogatóközpontba, hogy élményekkel és többlettudással gazdagodjanak. Nemrég tértünk vissza külföldre, tehát 10 évet éltünk, a gyerekek Angliában is születtek, és nagyon szeretnénk most, hogy hazatértünk, hogy végre ugyanúgy, tehát élesben is megismerjék a magyar kultúrát, meg hogy hova tartoznak. És hát pont szerencsésen erre sétáltunk, és megláttuk, hogy van ez a kiállítás, meg egyébként is elég sokat szoktunk ide betérni, és körülnézni, hogy éppen mit lehet megtekinteni, milyen a programok vannak a gyerekeknek. Akik felkeresték a győri látogatóközpontot, azok egybehangzóan fontosnak tartották, hogy tisztában legyünk hazánk értékeivel és történelmével.